Köszöntöm Önöket így a rövid reklám után, és úgy tűnik, hogy nem csitulnak a kedélyek Bolyár Zsolt kitüntetések kapcsán, folyamatosan mondják vissza, mondanak le a korábbi kitüntetéseikről a kitüntetettek. Most már 8-an vannak közülük, aki elsőként lemondott Kaltenbach. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Jó napot kívánok. Miért döntött így? Ugye ön írt Áder Jánosnak egy nyílt levelet, és ebben azt írja, hogy ön ezért, mármint írja Áder Jánosnak, önmagával hogyan számol el, az az ön dolga, hogy én hogyan tudok ebben együtt élni, az meg az enyém. Ezek szerint csak így tud ezzel a helyzettel együtt élni, hogyha ha visszaadta a díjat? Hát nézd, az ilyen díjátadás az mindig egy értékrendet tükröz, hogyha a magyar kormánynak a mosdatlan szájúság és a rasszista uszítás az értékrendje, akkor azzal nem lehet közösséget vállalni. Ön azt is írta ebben a nyílt levélben, hogy kérem kitüntetett társaimat, cselekedjenek lelkiismeretük parancsa szerint. Ezt úgy kell lefordítanunk, hogy ön szerint azok járnak el helyesen, vagy akkor jó, ha jelzésképpen minél többen tesznek így, mint ön? Nem volt ez szándékomban, egész egyszerűen azt gondoltam, hogy mindenki döntse el, hogy hogyan viszonyul ehhez a dologhoz. Én el tudom képzelni, ezt egyébként megírtam később, hogy van olyan, aki úgy gondolja, hogy nem ez a tiltakozásnak a módja. Azt is el tudom képzelni, hogy van olyan, aki nem akar tiltakozni. Például a most Bolyár Zsolthoz hasonló kitüntetésben részesültek közül is biztos van olyan, aki frissen kapott kitüntetését esetleg nem szívesen adná vissza, mert úgy gondolja, hogy ez őt megilleti, megérdemelte. Én viszont úgy gondolom, hogy a tiltakozásnak számomra ez volt az egyetlen olyan formája, amelyik jelzi azt, hogy ezt én nem tudom elfogadni. És én azt remélem, hogy sokan vannak így, egyébként a reakciók alapján ez a feltételezés nem teljesen légből kapott. Most a legfrissebb hírek szerint két újabb ember van, aki lemondott a díjról, mégpedig Brusz László és Erdélyi Ágnes. Ön szerint hol fog megállni ez a történet? Elképzelhető, hogy ebből egy ilyen nagyobb díj visszaadási hullám lesz? Mert hogy azt mondja nagyon sok gondolkodó, nagyon sok korábbi kitüntetett, hogy valahogy most jelezni kell, hogy eddig és ne tovább? Hát nézze, a magyar értelmiségnek már régen állást kellett volna foglalni, markánsan állást kellett volna foglalni, hogyha nem akarja, hogy a dolgok odáig fajuljanak, hogy ez a magatartás, amit ez a kitüntetés sugal, vagy ez a kitüntetés támogat, ez a magatartás általánossá válik. Tehát az a durvaság, az a rasszista uszítás, azok a gyűlölet, hullámok, érzelmek elöntik az országot, és ennek beláthatatlan következménye lesznek. Én azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy a magyar értelmiség egyenes gerinccel fölemelje a szavát, és még időbe, talán még időbe megállítsa ezeket a folyamatokat. Az, hogy egy ilyen írói tevékenységet kifejtő újságírót díjaznak, nyilván ez retteltesen problematikus, de nem problematikus sem már a dolog, már a kitüntetés előtt is, hogy hagyjuk, hogy valaki egyébként ilyeneket írjon, és csak hogy ne a levegőbe beszéljünk, egy példa, hogy mit írt korábban Bolyár Zsolt, itt olvasom önöknek, idézem őt. Őt idézem. Bárki, aki ebben az országban elgázol egy cigány gyereket, akkor cselekszik helyesen, ha eszébe sem jut megállni cigány gyerek elgázolása esetén, tapossunk bele a gázba. Ez egy a sok közül. Igen. De ehhez hasonló írásokat az orgoványi erdőbe beleásástól kezdve, és hát nézze, az az útszéli hang, amit megenged magának. Hát egyszerűen civilizált országban ezért nem kitüntetés, hanem általános megvetés járna. Beleférhet ez még a szólásszabadságba? Tehát akik mondjuk rögtön kapásból azzal védekeznének, de hát, hogy véleményszabadság van, lehet ebben igazuk, vagy azért a véleményszabadságnak van egy olyan határa, amit nem lépünk el? Hát egy dolog a véleményszabadság, és egy másik dolog, hogy ehhez a közvélemény hogyan viszonyul. Az, hogy valaki útszéli módon beszél, az nem büntetendő, de hát kitüntetésre azt hiszem, hogy sokkal kevésbé lenne alkalmas és indokolt. Tehát a szólásszabadság és egy embernek a példaképpé való emelése, az két teljesen különböző dolog. A miniszterelnökség azóta azt mondta az RTL híradónak a kérdésére egyébként, hogy hiába látják a tiltakozást, nem merült fel a kitüntetés visszavonása. Tehát, hát, hogy utolagos kritika, önkritika sincsen, ez mit szól? Nem tudom, hogy egy riportalany ne kérdezzen vissza, de emlékszik olyasmire, amikor a Fidesz egy döntését mondjuk
erkölcsi vagy egyéb megfontolások alapján visszavonta volna? Stanislaw kitüntetése pont ilyen volt. Tehát, hogy pont azt hiszem, Stanislaw visszaadta. Ő maga adta vissza, így van, Balogh Zoltán kérte erre, hogy adja vissza. Tehát, hogy igen, nem vonta vissza a kormány, vagy a kitüntetést adó miniszter, de megkérte Stanislawt, hogy adja vissza, és ő végül is visszaadta a díjat. Sokkal elegánsabb lett volna, ha azt mondja Balogh Zoltán, vagy bárki más, hogy sajnálom, tévedtünk. Tehát a nagyságnak a fokmérője nem az, hogy valaki a rossz döntéséhez görcsösen ragaszkodik, hanem az, hogy belátja. Nyilvánvaló, hát ez egy emberi dolog lett volna, és emberi dolog lenne most is azt mondani, hogy sajnálom, tévedtem. Az a furcsa dologban, és azt nehéz innen kívülről elképzelni, nem kormányzati politikus ül itt velem szemben, de mégis meg kell öntől kérdeznem, hogy mit gondol erről. Hogyha van egy kevéssé ismert művész, tudós, újságíró, nem ismerik annyira a munkásságát, és hopsz, a díjátadás után kiderül, hogy jaj, hát egyébként ő írt nagyon csúnya dolgokat, csak nem tudtunk róla, az is egy más dolog. Meg teljesen más dolog Bayer Zsoltról beszélni, akinek én azt hiszem, hogy tényleg akinek a közélethez bármi köze van, biztos, hogy olvasott egy-két Bayer Zsolt cikket. Tehát itt egy abszolút tudatosságról van szó, nem arról van szó, hogy véletlenül kapott valaki olyan díjat, akiről nem tudtuk, hogy igazából csúnya dolgokat is ér. Hát ezt mondom, hogy ez azt jelenti, hogy a kormány azonosul ezzel az értékrenddel. Azt sugallja az embereknek, hogy ez helyes, hogy ez egy követendő magatartás. Akkor ne csodálkozzunk azon, hogy a durvaság, a gyűlölet elárasztja az országot, és olyan dolgok történhetnek ennek hatására, amit azok, akik ezt az egész folyamatot beindították, majd később maguk is valószínűleg akár áldozatává is válhatnak. A két világháború között számos olyan esemény történt, amikor később azok váltak áldozatává egy folyamatnak, akik azt beindították. Bayer Zsoltot egyébként többen is védték, újságíró társak is, ez egy dolog, de többek között a védelmébe vette Schmidt Mária is, aki mondjuk az 56-os emlékéért felelős kormány, biztos ő következőt mondta. Bayer Zsolt nem engedi meg, hogy értékeinket, hagyományainkat, érzéseinket és józan eszünket elveszítsük. Én hadd ne kommentáljam Schmidt Máriát. Akkor csak azt, hogy egy kormányzathoz közeli hivatalos megbízásban lévő, hivatalos titulusban lévő ember mond ilyet? Csak ismételni tudom önmagamat. A kitüntetés önmagában egy botrányos cselekedet a kormányzat részéről, mert még egyszer mondom, egy olyan értékrendet tesz példaképé, ami nemhogy példaképé nem kellene, hogy legyen, hanem elfogadhatatlan. Nagyon köszönöm, hogy itt volt ma reggel, és elmondta nekünk a véleményét. Én is köszönöm.